Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőasszony, képviselő úr, tisztelt országos rendőrfőkapitány úr, elnök urak, tisztelt kapitány urak, tisztelt polgárőrök, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 22. polgárőr nap alkalmából, és egyben ezen a jubileumi évfordulón. Örülünk, hogy itt Sopronban rendezik meg ezt a jubileumi évfordulót, és örömmel adtunk helyt a városban, itt a Zöldben, ahol ennek a rendezvénynek azt hiszem a legjobb helye volt. Engedjék meg, hogy ezen a napon, ezen alkalomból én is megköszönjem a város nevében azt, hogy a polgárőrség és a rendőrség itt a városunkban nagyon jól együttműködik, és egy nagyon hatásos együttműködés eredményeképpen szolgálják a várost. Nyilván nem csak Sopronban van így, hanem máshol is. Nagy-nagy szükség van Önökre, és nagyon köszönjük, hogy mint civil szervezet önként vállalják azt a munkát, ami a közbiztonságunkat és a rendet és a fegyelmet erősíti. A város részéről és a magunk részéről erre a mai napra eredményes találkozót kívánunk, és azt kívánjuk, hogy használják ki ennek a helynek a lehetőségét, és mindannyiuknak munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok. Köszönöm.